215 évvel ezelőtt, 1804. február 15-én lázadt fel először Szerbia a törökök ellen. Ekkor kezdődött meg az 5 évszázados török megszállás elleni küzdelem. Ennek állít emléket a mai nap. A szerb nemesek élén Karagyorgyát, az ő emlékművénél helyezett most elkoszorút Ana Brnabić szerb kormányfő és Zsejka Cvijanović, a boszniai szerb köztársaság elnöke. Da je Sretenje važan datum u srpskoj istoriji pokazuje ne samo početak prvog srpskog ustanka, već i to što je kasnije 1835. godine na taj dan donesen prvi demokratski ustav Srbije, čime je otpočelo stvaranje moderne srpske države. A központi megemlékezésen a szerb miniszterelnök is a pódiumhoz állt. Beszédét folyamatos hütty és hurrogás kísérte. Nažalost, našim precima danas ne odaju svi jednaku čast. Nažalost, danas kada slavimo naše pretke, danas imamo ljude koji su došli ovde da zvižde. Danas kada treba pre svega da pokažemo jedinstvo, zajedništvo, jedinstvo u borbi za bolju budućnost, zbog naših predaka. Danas imamo one koji su ovde da zvižde, ali to je tim ljudima na čast. Mi ćemo se boriti i ja mogu da vam garantujem, što ste vi, gospodo, draga, glasniji, to ćemo se mi boriti jače. A nap folyamán korábban Maja Gojković, a szerb parlament elnöke megkoszorúzta az ismeretlen hős emlékművét az Avalán.